minden lélek. Minden lélek, minden lélek, minden lélek áldja Isten. Dicsérjük éjjel, dicsér az ifjú és a fény. Bánatban is áldlak, örömben imádlak, dicsérlek, ha engem bármi ér. Ha ráébrednék, mennyit érsz, végtelen szerelmedért, hatalmadért nem szűn. Áldjuk szemnevet, földön is dicsérjük, a teremtéssel zengjük, minden népnek hirdetjük nevet. Ráébrednék, mennyit érsz, végtelen szerelmedért, hatalmadért nem szűnnék meg dicsérni. Kegyelmed mossa át szívem, teljesen.
esel. Lelked ömöljön, folyjon, vágyom rá. Szeretlek, imádlak, szükségem van rá. Szeretlek, imádlak, szükségem van rá. Szeretlek.
mozdult a föld, mert te szóltál, a lelkem kivált. Mit hoz a sorsom, te láttad, és keresztre vitt a szívem.
dicsérlek téged. Gyertek és csendesedjünk el most. Drága Istenem, tudom, hogy nem vagyunk méltóak a te szeretetedre, és mégis elképesztően vágyunk rá. Egyedül te vagy az, aki meg tudod a szíveinket formálni, és akinél tudjuk, hogy biztonságban lehet. Kérlek, Uram, hogy tudjunk ma megállni előtted. És néhányunknak ez most nagyon nehéz. Néhányunk egyáltalán nem is biztos, hogy el tud csendesedni. Főleg nem ilyen hosszan. Hogy mutasd meg, hogy ez ebben jó lenne változnunk, vagy minket pont ilyennek teremtettél. Uram, én köszönöm, hogy ennyire sokfélék lehetünk, és hogy nem kell szégyeljük magunkat. Hogy nincs olyan, hogy kötelezően kell így hinnünk, meg úgy hinnünk. Hogy a veled való kapcsolódásunk az teljesen egyéni lehet.
mindannyian elindultunk otthonról egy csomaggal. Kisebb, nagyobb, több-kevesebb szedett-vedett csomag volt. És sokan már sok mindent átnéztünk ebben az elmúlt pár napban, akik régebb óta itt vagyunk. Néhányan még csak épp hogy kibontottuk a csomagot talán, vagy még kise. Add meg, Uram, hogy el tudjuk dönteni, melyik a szerinted való. Amit magunkkal hozunk, melyik az, amit nagyon jól tettünk, hogy eltettünk. Melyik az a dolog, ami még esetleg csak olyan nagyon félkész. Még nem is tudjuk eldönteni, hogy köze van-e hozzád. És azért is kérlek, hogy amiket meg könnyűnek ítélünk meg, azok kikerülhessenek a csomagból. Merjük őket elhagyni. Azoknak, akik ragaszkodók, azoknak ez nagyon, nagyon furcsa lehet, csak úgy letenni az út szélére. Add meg, hogy képesek legyünk erre mindannyian. Köszönöm, hogy a te szemeddel nézhetjük magunkat. És fölülről nézve annyira mások vagyunk, ahogy épp bontogatjuk ezt a csomagot is. Fölülről nézve egészen szerethetők vagyunk. Hogy a tábor végére tényleg kikristályosodjon néhány dolog. De főleg az kristályosodjon ki, hogy te mennyire szeretsz minket. Áldalak, Uram, mert jó vagy, mert hűséges vagy, és mert örökké tartsz a szereteted. Amen. Thank you.
Fanny, hol van? Na hát a ma délelőtt az már egy folytatása az előző, meg az azt megelőző délelőttnek, úgyhogy aki most érkezett, annak elmondanám, hogy miről volt szó eddig dióhéjban. Tehát kókusz dióhéjban. Nem, már nincs ide. Ez nagy, túl nagy kísértés lenne számomra. Tehát a kultúránkkal foglalkoztunk, ami globális, ami fogyasztói, ami digitális, ami időhiányos, stb. Erről volt szó első nap. Tegnap arról volt szó, hogy az egész hogyan hat az egyháza, milyen pozitív-negatív hatást gyakorol ránk. Ezeket szűrtük le még délután, ugye a vallások viszonyában ez hogy jelent meg, aztán az etikai kérdésekben, ma délután a tudomány hit kapcsolatában. Ma pedig ezeket majd mind megkapjátok, jó? Tehát föl van véve, meg föl is vettétek, ugye? Tehát még filmen is meg lehet nézni, meg ilyenek, meg a diasorozatokat majd elküldöm, és akkor mindenki megkapja, jó? Hogy miről volt szó eddig, mert az igazság nem tudom, mennyire fogjátok érteni a mait az előző kettő nélkül, de azért majd valamennyire szerintem menni fog. Kérjük a Szentlélek segítségét, vagy nem tudom. Na, hát ez a cross-culture, ugye ideig volt ugye our culture, ugye ez a global culture, a globális kultúra, aztán a Jesus culture, ugye ez egész a kultúra, ugye hogy jelenik meg az egyházban, vagy a kulturálatlanság. Most pedig ez a cross-culture, ugye ahogy a Roni eredetileg én azt a címet küldte, hogy mi a fene történik a nyugati kultúrában, mi a fene történik a nyugati egyházban, és mi a fene történik, mi a fenét csináljunk ezek után, és hát ő meg átírta kedvesen, hogy mi a manó. Úgyhogy ma az evangelizációról, apologetikáról szeretnék beszélni, de nem úgy, ahogy... nem egy ilyen kurzus vagy ilyesmi, hanem az eddig elhangzottak fényében ilyen általános dolgok, illetve olyan dolgok, amik segítenek talán elkerülni bizonyos tipikus hibákat. Tehát az első kérdésünk ez lesz, ugye, hogy mi az evangélium, mi az apologetika, ugye, erről majd lesz szó, és hát a cross-culture, ugye ez a kultúra köziség, hogy ez hogy jelenik meg, és nem véletlenül adtam a mainak nem azt a címet, hogy mi történik a nyugati világban, a nyugati kultúrában, a nyugati egyházban, hanem cross-culture, mi történhet. Nem akkor, hogyha Yoda megjelenik télapó ruhában, de valami hasonló figurák vagyunk mi is. Majd erről meg lesz szó. Na, tehát az első, ugye, az evangélium. Ez a Telenor ugye ihlette ezt a konferenciát, ezzel a ha nem posztolod, meg sem történt, és hát valahol igazuk van, ugye, Jézus is kiküldte a posztolait, hogy arról tegyenek tanúságot, ami történt. Tehát az apostello küldeni görög igéből származik, a apostolás, meg az apostol, az apostol szó is. Nem tudom, mit nevettek. Ez biblikus. Na, tehát az első, hogy tulajdonképpen mi is történt. Tehát, hogy mi az evangélium, az arról szól, ami történt. Amit az 1 Korintus 15-ben olvasunk, az első 11 versben. Hogy ugye eszetekbe juttatom az evangéliumot, ugye? Amit át is adtam nektek, rátok hagyományoztam. És ugye, hogy elsősorban mit adott el, és az volt a lényeg, hogy a Krisztusban Isten mit tett a bűneink bocsánatáért. Ugye Messiás eljött, a bűneinkért meghalt, eltemették, de föltámadt, megjelent X-nek, Y-nak a végén nekem is, és azt mondja, ezt prédikáljuk. Így lettetek hívőkké. Általa üdvözültök, ha megtartjátok, ha ehhez ragaszkodtok. Tehát az evangélium nem az, hogy megváltozott az életem. Ez az evangéliumnak az életedre való hatása.
egy mormonnak megváltozik az élete, egy muszlimnak, egy krisnásnak, bárkinek megváltozik az élete, ha vallásos lesz, és betartja az alapvető etikai dolgokat. Nem ez az evangélium, ami megváltozott az életed. Ez az evangéliumnak az életedre való hatása, hogy úgy érzed, jó irányba változott meg. Érted a különbséget? Hogy te ex-drogos vagy, akkor a drogosnak mondd el, hogy figyelj, már nincs szükségem anyagra, így is boldog vagyok. És így tovább, teljesen mindegy. Elmondhatod, hogy hogy változott meg az életed. Persze, de tudd, hogy ez nem az evangélium. Az evangélium az, ami történt, amit Isten Krisztusban tett a bűneink bocsánatáért. És ennek persze, hogy van hatása. De az nem elég, hogy megváltozott az életem. Mert ez iszonyú szubjektív, ki honnan kezdi, mi abban nekem a példa, egész más életem van, ami történt. Azt kéne posztolni. A másik, hogy ami történt, az nem triviális. Tehát nem tudom, hogy vagy vele, hogy valakinek elmondod az evangéliumot, és akkor az emberek a fejükre csapnak, hogy na hát, hogy ez eddig nem jutott eszembe, tényleg, milyen logikus, milyen természetes, milyen olyan triviális, nem? Nagyon szeretem a Ben Hurt, a tínédzser koromban óriási hatást tett rám, amikor még tínédzser voltam, és megjelent Magyarországon a film, és hazamentem, és azt éreztem, hogy hát ha valahogy érdemes élni, az valami ilyesmi. És emlékszem, hogy lefeküdtem aludni, és azt éreztem, hogy valaki betakar. Tehát ez volt az első istenemélyem. Aztán elmentem 8 évre buddhistának, mert minden, ez egy más kérdés. De ez a jelenet, hogy Jézus mindig belóg a képbe, meg úgy mindig nem látjuk az arcát, tehát csak úgy hátulról, meg arra, hogy őre néznek. Ez nekem nagyon tetszik ez a megoldás. És ez a római katona, tudjátok, aki menne oda az ostorra, hogy odasozzon neki, mert adott vizet a Ben Hurnak, és ezt így megáll, és úgy néz rá, és úgy nem tudja hova tenni. Egyszer csak mint ember van ott, és nem mint katona. Ugye? Tehát az 1 Korintus 2-ben olvassuk ezt, hogy ez Isten titkos bölcsessége, amit kijelentett, titokban tartott titkos bölcsessége az, amit a Szentlélek leleplezett előttünk. És ugye ezek a mondatok, amik ott vannak, hogy tudjátok, amiket szoktak temetésen idézni, hogy mert amit szem nem látott, fül nem hallott, elme bele sem gondolt, azt készítette az Úr az őt szeretőknek, és hogy már milyen szép lesz a menny. Hallottátok már egy párszor temetésen? Nem erről szól a szöveg. Végigolvasod az 1 Korintus 2-t, Krisztus keresztjéről szól. Ha felfogták volna, hogy ki a dicsőség ura, nem feszítették volna meg. Ami történt, olyat ember nem látott. Ami történt, ilyesmiről nem hallottunk. Ami történt, abba ember bele nehezen gondol a Szentlélek segítsége nélkül. Nézzétek meg ezt a szöveget egyszer, úgy elolvasni ezt egybe, ezt a 13 verset. Ez nem a mennyről szól, ez Krisztus keresztjéről szól. Ami egyszerűen nem triviális. Nem triviális. Ez tényleg a Szentlélekkel. Miért? Az evangélium, amit ugye elszoktuk mondani, ugye meg olyan az ikonikus, hogy milyen összefoglaló, hogy az evangéliumnak a János 3.16, Isten úgy szerette ezt a világot, egy szülött fiát attól, hogy el ne vesszen örök életét. Ez az egész, ez a mondat, ez a pár mondat, meg az 1 Korintus 15-ben is össze van foglalva, ez azért része egy csomagnak, ami ott kezdődik, hogy Isten létezik, ugye, valahol itt kezdődik egyáltalán Isten, aki úgy szerette a világot, nyilván létezik Isten. Tehát Isten létezik, ugye baja van, az ő teremtményei vagyunk, de baja van velünk, egy napon ítélni fog, de nem akar minket büntetni, ezért Krisztusban emberré lett, egy első századi zsidó ágyban, magára vette a bűneinket, kínhalált halt, de föltámad, él, meg lehet szólítani, fölment a mennybe, valamikor visszajön ítélni. Tehát attól kezdve, hogy létezik Isten, egészen a megítél élőket és holtakat, ez egy nagyon nagy csomag. És ez a kérdés, hogy hol tart ebben a másik? Tehát te is, amikor az evangéliummal találkoztál, ezt így egyben, egyből azonnal elfogadtad, vagy már ebből voltak részek, amik már benned voltak, például, hogy Isten létezik, és mindig is tudtad, vagy biztos voltál benne, hogy sosem, mindig is biztos voltál benne, hogy nem létezik Isten. Tehát te magad is valahol elkezdted. Ugyanez a helyzet a másik emberrel, akinek el akarod mondani az evangéliumot,
hogy ő vajon ezen a térképen, ami egy csomó adat így egymás után, egy csomó információ, ami be van ágyazva, a csomagnak a része, ezen a térképen ez az ember hol van? Hol tart a másik? Ráadásul maga az üzenet is egy kompakt. Tehát, mint a Rubik kocka, mindennek a helyére kell kerülni, minden alkatrésznek, tehát nem lehet kitörni egy-két darabot. Tehát van, aki inkább, én az a típus vagyok, hogy inkább úgy mondom, aki inkább széttöri az egészet, és aztán szépen összerakja, és ebben gyönyörködik, meg kitekerni nem tudom. Tehát ilyen, ez meghaladja a mindenféle képességre. De mindennek azért a helyén kell lenni. Tehát minden alkatrésznek, és mindennek a helyén. Tehát Krisztus evangélium is egy összetett üzenet. Az, hogy ő kicsoda, az, hogy miket tanított, miket mondott, az, hogy miket tett, tehát tanítása, csodái, amiket ígért, ez mind egy dolog. Ha ő nem az, akinek mondta magát, akkor nem mondhatta, amit mondott. Nem tehette, amit tett. Nem ígérhette meg, amit megígért. Hát gondoljátok el, leszek minden napon a világ végezetéig. Ezt ki tudja? Ki ígérhet ilyet? Az apostolok a világ minden tájára szétmentek. Tamás meg se állt Indiáig. Hogy van velük mind a 12-jükkel, ugye, Mátyást, vagy akárkit is, vagy Pált számol, vagy teljesen mindegy. Aki egyszerre több helyen is tud lenni. Ugye, még itt kezdődik. Ugye, vagy ez, hogy aki bennem hisz, ha meghal is él. Azért gondolja be vele. Ugye? Tehát ki ígérhet ilyet? Egy emberrel nem sokra megyünk, ha ilyesmit mond, hagyjuk is ott sürgősen, ha egy ember ilyeneket mond. Tehát ezért mondom, hogy aki ő, amiket mondott, amit tett, amiket ígért, ez egy kompakt egység. Ha ő nem az, akinek mondja magát, Isten fia, Isten, akiben az az ács, az a Jézus, akiben Isten maga emberré lett, akkor az összes tette, ígérete embereknek, hogy megbocsátja mások elleni bűneit. Emlékeztek a... Tegnap erről beszéltem, vagy nem beszéltem? Ugye leereszték a gutaütöttet a Jézus elé. Tehát leereszték a gutaütöttet, és akkor azt mondja, fiam, megbocsátottak a bűneid. Tehát Jézus ellen nem védkezett ez az ember, ez az ember valaki más ellen védkezett, és Jézus megbocsátotta ennek az embernek valaki más elleni bűneit. Amit tényleg csak kitehet Isten. Ugye, mert a bibliai gondolkodásmódban az ember ellen védkezik, egyúttal Isten ellen is védkezik. És itt a jó, ezért van ez a jó hír, hogyha az a másik ember nekem nem is bocsát meg, vagy már nem él, hogy megbocsásson, Isten meg tudja bocsátani nekem annak a másik ember ellen elkövetett bűnt, mert ő ellene is vétkeztem. És amikor Jézus azt mondja, hogy kelj fel és állj, és ezzel bizonyítja, hogy na mi könnyebb azt mondani, hogy kelj fel és járj, vagy azt, hogy megbocsátattak a bűneid, megbocsátom a bűneidet, mit demonstrált, hogy ő kicsoda. Tehát ezért mondom, hogy ő ki, és hogy mit tett, mit mondott, mit ígért, ez egy egység. Nem lehet, nem elég egy olyan Jézus Krisztus, aki csak ember, vagy egy arkangyal, meg egy egyéb ilyen mindenféle szektárs változatok. Nem elég, nem megyünk vele az égvilágon semmire. Ez egy kompakt üzenet, és csak így együtt van értelme. A tipikus reakciók. Ugye az egyik, hogy van, aki az egészet elfogadja, és kitart mellette, ő az, aki keresztényé lett, és keresztény is maradt. A másik, aki az egészet elutasítja, úgy, ahogy van, nem kér bele, eleve vallástalan ember, vagy eleve nagyon más vallású, ugye? És hát a harmadik pedig, aki válogat, és ugyanakkor kereszténynek mondja magát. Tehát az, hogy Isten szeret engem, hát ez fantasztikus, majdnem természetes, Isten szeret minket, de az, hogy szeret minket, hogy halálosan szeret minket. Ugye, hogy minden mondat, ahol ott van az, hogy Isten szeret minket, ott van a kereszt a mondatban. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte engesztelő áldozatul a bűneinkért, ugye a fiút. Tehát az, hogy szeret, az igen, de hogy vele mekkora baj lenne, az nem, meg hát igen, meg örök élet, meg lélekvándorlás, meg tehát aki így Bibliából átvesz elemeket, a Jézus sztoriból, meg ilyesmi, meg kulturálisan, etikailag talán keresztényként viselkedik, megtanulta a keresztény szlenget, stb. De egy csomó mindent még belevesz ebbe az egészbe, válogat az anyagból, és hát ennek a Rubik kockának bizonyos részét kidobja, mert ez neki nem tetszik, hogy betesz oda valami egész más, meg semmi közben. Mi nem is illik oda, de ez így csak bepréseli. Nem is látja, hogy mennyire nem illik oda az a világnézeti elem, az a tanítás, az a valami. Na, ő az eretnek.
Ez a haireó válogatni igéből van, haeretikos, eretikó, eretik, ugye olasz-francia közvetítésre vettük át a szép magyar szót, hogy eretnek. Aki válogat? A válogató. Tehát ezek a tipikus reakciók, illetve ezekkel lehet találkozni, és ezért nem kell csodálkozni. Ez történik, hogy válogat. Na most, miről szól az evangelizáció? A legjobban, számra legjobban az Akcsel 17 foglalja össze azt a hídépítést, amikor Pál megérkezik Athénba. Pál apostol megérkezik Athénba. Körülnéz, és ugye olvassuk, Akcsel 17-et érdemes végignézni, és olvassuk, hogy háborog a lelke a boálványok miatt. Mit csinál? Fogja a 10 kilós kalapácsot, és nekiáll műemléket rongálni, ugye? Nem. Tehát egy, azok a szobrok már akkor is műemlékek voltak. Egy, kettő. Az, hogy háborog a lelke a különböző Isten szobrok miatt. Ugye a görögök találták ki a teljesen ember alakú Isten szobrokat. Tehát politeisták voltak, sok Isten hívők, természeti jelenségeket, társadalmi jelenségeket, istenítettek, vagy egy ilyen emberi alakban, és ez ugye ott voltak ezek az ember alakú szobrok. Tehát az, hogy Pálnak háborgott a lelke a boálványok láttán, hogy nekünk is úgy annyira zavar minket, és úgy fájni tudom, hogy emberek Jézusról beszélnek, minden hülyeséget összehordanak, tudjátok, ilyen ezó, meg egyéb ilyen mindenfelé ilyen szektás körökben, és akkor ez fáj az embernek. Na most gondolkoztam, hogy ez mi ez a háborogjunk, vegyük elő a kalapácsot, hogy miről van itt szó. Ahogy én így gondolkodtam rajta, arra lukadtam ki, hogy akit ismersz és szeretsz, és őről a hamis képeket terjesztenek. Valaki, akit nagyon szeretsz, ismersz, és valakit lefényképezi, és teleplakátozza a város, csak CGI-jal egy kicsit átalakította. Tehát, hogy milyen azok az Isten képek, amik mondjuk Athénban emberarcúbbak, mint mondjuk Egyiptomban, ugye ezek a teriomorf, ilyen félig ember, félig állat, Isten alakok, meg minden, de hogy ezek is nem véletlenül zavarták. És tehát egyrészt ugye oda ment. A másik, ez itt a Marsdomb különben, vagy ez az Árészdomb, ahonnan Athént így belátni. Tehát oda ment. A másik az, hogy megismert őket, nem csak körülnézett és kiakadt, hanem bejártam athéni férfiak, ugye? Jött itt a közikhelyük, aztán megragadják, és fölviszik, hogy akkor beszélj. És azt mondja, athéni férfiak, ugye görögül beszél, nem károli szlengben. Görögül, az ő anyanyelvükön. Bejártam szentélyeiteket. Megfigyelte őket Isten tisztelet közben. Félt? Nem. Megfigyelte őket Isten tisztelet közben. Minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Ez nem valami ilyen protestáns értelemben vallásos, hogy csak vallásos, ugye, mert szemben az evangélium, a katolikusoknak éppen a vallásos az, aki gyakorolja is a hitét. Tehát Pál egyikre se gondol, hanem az, hogy ezek az emberek tényleg komolyan veszik a hitüket. Tehát odament, hagyták, hogy ragadják magával, magukkal ragadják őt, megismerte, meg akarta ismerni őket, közéjük ment, megtalálta azt, ami becsülhető, ami értékelhető. És megkereste a közös pontot. Ugye a sok Isten hittel az a baj, hogy sose tudod, hány van még. Tehát ezért az aténiak is, ugye, egy ilyen Theos Agnostos, egy az ismeretlen Istennek emeltek egy oltárt, tehát ez a bocs, ha még valakit nem tisztelnénk, mert nem ismerjük, nem tudunk róla, csak ez a probléma. Neked is ott nektek is ott egy oltár, és ott rendszeresen valamit oda tesznek, áldoznak, stb. Tehát ez a félelem alapú ugye, világ a politeizmusban, sose tudod, hogy hány van még, és éppen kinek lépsz a tyúk szemére. Hát erről szól a görög mitológia, mennyire sértődékenyek az istenek. Ha valakit az érdekel, ajánlom a Percy Jackson és az Olimposziak című sorozatot, csúcs, ezt egy mitológia tanár írta, tehát ebből ezt a világot gyönyörűen meg lehet ismerni. Tehát megtalálja a közös pontot. És persze nem óhéber legendákra hivatkozik, tehát ami a görögöknek ilyen óhéber legendák, ugye ószövetség, meg ilyenek, hanem a közös tapasztalati pontot keresi. Meg görög területen Pál sosem az ószövetségből érvel megtanít, hanem a
teremtő és gondviselő Isten, akit megtapasztaltak. Ikóniumban, vagy hol, azt hiszem, mondta is nekik, hogy az az Isten, aki esőt adott nektek időben, és termést, és örömöt. Én teszem hozzá, pedig nem neki köszöntétek meg, hanem a boálványaitoknak, tehát azoknak a szobroknak, meg az elképzeléseiteknek, hogy ő így állt hozzátok eleve. Tehát rámutatok a közös pontra, a közös tapasztalatra. És innen ugye, hogy az egész emberiséget egy vélből teremtette. Tehát innen a dombról, Attinra ránézve. Ugye? Itt deklarálja, hogy egyformák vagyunk. Én is ember, te is ember. És aztán átadja az üzenetet. Tudja, hogy mi az, amin a görögök kiakadnak. Az, hogy egy embernek kozmikus jelentősége legyen, és ő fogja megítélni a világot, és hogy föltámasztotta a halálból, ez az, ami a görögöknek ilyen. Oké, eddig nagyon szép volt, köszönjük, meg udvarias, meg PC, meg minden, de akár de az, hogy mi az, hogy valaki föltámad a halálból. Jó, meghallgatunk még máskor, de néhányan hívők kérettek. Tehát láttad ezt a hídépítést? Itt a szeretet motiválja ezt az embert arra, hogy darabról darabra, deszkáról deszkáról felépítse. Az, hogy ott van köztük, oda megy, elérhető, megragadható, beszél a nyelvükön, érti a nyelvüket, bocs, nem is mondtam, ismeri a filozófusaikat, azok se voltak hülyék, azok is a valóságról gondolkodtak, voltak jó gondolataik, beépíti azokat az érvelésébe. Három görög szerzőtől idéz ezen a rövid prédikáción belül. Megtalálja, megkeresi, megtalálja a közös pontot elviekben, tapasztalatban. Hídépítés. És aznap néhányan átjöttek ezen a hídon. Ha dübörögne a híd, tehát ha nagyon beindul az evangelizáció, és csak kapkodtok a fejek utak után, mert kezdenek megtérni az emberek, meg ilyenek. Azért a Róma 1.16-ban van egy ilyen mondat, hogy az evangélium Istennek ereje, és Isten hatalmi területe. Tehát ezt azért fontos látni, hogy az evangélium hirdetés közben Isten az, aki nyitogatja ki az emberek szívét, segíti őket, felfogják, hogy mi történik, egyáltalán, hogy döntéshelyzetbe kerülhessenek, meg ilyesmi. És ezt azért fontos látni, mert mások megtérése, ugye az evangelizációban fontos látni, mi a célunk, kitűzzük a célokat. Oké, mi a cél? Az, hogy mások megtérjenek? Ezek a mi céljaink? És én úgy láttam, hogy nem lehet a mi célunk mások megtérése, mert ha ez a mi célunk, és sikerül, akkor milyen jó fejek voltunk, ugye? Vagy a mi célunk, és nem térnek meg, hát akkor milyen ügyetlenek vagyunk, ugye? Vagy nagyon ügyibogyók vagyunk, vagy nagyon ügyetlenek vagyunk. Tehát rólunk szól, hogy mi elértünk valamit, nem? Isten az, aki szeretné, hogy ezek az emberek megtérjenek. Ő az, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az üdvösség ismeretére, az igazság ismeretére. Tehát ez az ő célja, ami a mi célunk lehet, az, hogy ebben egyre jobb eszközök legyünk. Egyre jobb, tovább mondják, nem eszközök, mert nem kesztyűk vagyunk, meg balkárcszerszámok, hanem munkatársak. Ahogy Pál írja Timóteusról, hogy Isten munkatársa, szünergón tel. Hogy hogyan adjuk át, hogyan képviseljük. Na ez lehet célunk. Erről szólnak ezek a táborok, hogy jobb munkatársai legyünk az önök. Tehát ha dübörög a híd, az nem miattunk van. Ugye mi vagyunk, ugye az egérken mondanom senkel, ugye? Tehát ha dübörög a híd, az azért van, mert ő van velünk. Tehát az erő velünk van. Tehát nem mi vagyunk az erő, ugye? Hanem mint a sziteknél. Az erő velünk van, velünk jön a hídon, ezért dübörög, ha dübörög. Valódi cél az lehet, hogy lehetünk Isten jobb munkatársai. És most csak egy rövid kitérő, hogy ez az egész Szentlélek teljessége című téma, végignézed az abcselt. Mindig arról van szó, hogy emberek, amikor megtelnek Szentlélekkel, akkor egyszer csak együtt cselekednek, együtt éreznek, együtt gondolkodnak Istennel. Ott mindig valami jön, valami történik. Ezek az emberek együtt gondolkodnak, együtt cselekednek, együtt éreznek akár Istennel. Kitölti őket, de ott mindig valami történik. Tehát ez az átlagnál jobban is. A hétköznapi tapasztalatnál jobban is.
Szóval ne higgyük, hogy miattunk dübörög a híd, ha egyszer elkezd dübörögni. Másik fontos dolog, hogy nem csak postások vagyunk. Tehát, mint aki ugye, fogja a levelet, ugye, mint a feladónak a levelét, igen, csak nem tudom, hogy itt is jutok, hogy látjátok-e, vagy... Jó, tehát nem csak ránk van vízve, remélem, elmegyünk, bedobjuk, aztán elmegyünk. Ez a hit and run. Lecsapunk, elfutunk. A hit and run evangelism, ezt így mondják. Tehát nem, Isten a jó hírét bízta ránk. Tehát nem csak a jó hírt, hanem a jó hírét. Ez most nem a görög, ez magyar szójáték, igen. De amit mondani akarok, azt értitek, ugye? Tehát az, hogy nem mindegy, hogy hogyan adjuk át az örömhírt. A Rádaiban, a Refteon láttam egy ajtóra kitéve ezt a ilyen fejbevágós mondat volt. Machelszügot, Verdemens. Tehát utána az Istent légy emberre. Tehát lásd meg saját magadban az embert, aki keres, aki küszködik, akinek kételjei vannak, fájdalmai, akinek minden nyavajája van, és mégis keresi az élet értelmét, és próbálja összerakni, hogy mit is gondoljon a világról. Egy ilyen nagyon nehézen összerakható világ van. Lásd meg magadban az embert, és a másikban is. És aki ilyen nagy terheket cipel föl a hegyre, ne rángasd még a hátizsákját, mert csak még jobban kapaszkodik bele. Hanem inkább segíts neki, vagy valami, értitek? Tehát légy emberré, vedd észre azt, hogy mire van a másiknak szüksége. Itt az aranyszabály, hogy úgy bánj a másikkal, hogy szeretnéd, hogy a másik bánjon veled. Ez abszolút érvényes. Ha ébrezgetni akarsz másokat, ne váljál rémálommá a számukra. Lehet, hogy felébrednek, de te leszel ott előttük, és az nem szép. Jó? Tehát nem mindegy, hogy hogyan csináljuk. Ha érzi, hogy figyelsz rá, hogy őt szereted, hogy téged az érdekel, hogy vele mi van, ha érzi, hogy aggódsz, és el is tudod mondani, hogy miért aggódsz érte, akkor oda fog figyelni a mondani valódra. Ha érzi, hogy ráfigyelsz, figyelni fog a mondani valódra. Ha nem, akkor is számon kérheted, hogy figyelj, én tényleg nagyon figyelek rád, figyelj egy picit arra, amit én mondok, mert csak mondod a magadét. Valahol el is várható egy ponton túl, mert azért nem mindenki, hogy mondjam, nem mindenki veszi észre, hogy figyelnek rá, mert olyan a figyelem mélysége, hogy észre se veszi. Ezért aztán adni se tudja. És összefoglalva, mint amikor az egyik, mi az evangelizáció, bennem ez a képél, mint amikor az egyik koldus elmondja a másik koldusnak, hogy hol van jó kaja ingyen. És hogy ő mikor veszi észre, hogy ő is koldus. Na, az már Isten dolga. Hogy figyelj, ott kapni kaját, ingyen van, és jó. Én csak koldus vagyok. Miért? Mim van, amit nem kaptam. Mim van, amit nem kaptam. És amit ne kaphatna meg más, és ugyanúgy, ha kéri, ha felfogta, hogy rászorul. Na ez pedig már Isten csodája, hogy valaki fölött megnyílik az ég, és rájön arra, hogy a világ több, mint amit a szemével lát. A világ valakivel több, mint amit eddig látott a világból. Tehát az már Isten csodája. Nem csak postás vagy, és nem csak egy üzenetről van szó. Tehát ez fontos látni, hogy itt Jézust kell befogadni. És most bocs, ha valaki itt ért meg, de ez a fogad be szívedbe Jézust című mondat, ugye ilyen nincs a Bibliában. Ha befogadtad a szívedbe, és megtörtént, ez nagyszerű, csak amire szoktak hivatkozni, hogy ugye a saját világába jött, de nem, az övéi nem fogadták be, de aki befogadta őt, az felhatalmazta, hogy Isten gyermekévé legyen, stb. Tehát, hogy így születtünk újjá. De nincs jól a szövegben, meg az egész Bibliában, hogy a szívünkbe kéne fogadni be Jézust. Meg ugye a szív az nekünk valami, a Bibliában az a gondolkodás szerve a szív, nem az érzéseké, ahogy a mai kultúrában. Ugye? És akkor most valamit érezni kéne, és akkor egy csomó ember, hogy ő is felemelte a kezét, meg hogy Jézus jöjjön a szívébe, és akkor nem történt semmi, és akkor egyszer-kétszer ügyügybe aztán megy haza, és többet nem jön. Tehát ez itt valami nem stimmel. Tehát, hogy mit jelenthetett Jézus nem befogadni, abból szerintem lehet következtetni erről, hogy mit jelent Jézust őt magát befogadni. Miről szól az evangélium? Mert János evangéliumát végignézed, tele van vitákkal. Tehát, hogy az ige testé lett.
aztán mi indul be a szolgálatával? Mond valamit, csinál valamit, arra az emberek reagálnak. Hogy? Vitáznak vele. Wow, királyi akarják tenni, rá van szükség. Tehát mindenféle reakciók vannak, ő tanít, de csodákat tesz, hivatkozik az atyára, Mózesre, stb. Tehát jönnek az emberek, kérdéseket tesznek föl, provokálják. Tehát ez egy 3 éven át tartó interakció volt, mire megértették annyira, hogy keresztre feszítsék. Tehát ez egy folyamat volt. Tehát ugyanezt történik, főleg ugye a Megdeszben, ugye mi nem ilyen evangelizáció is ki ott van, learatjuk, aztán zél, hanem a Megdeszben is nem véletlen, nem tudom most mi van, de amikor még én voltam ugye bölcsis, bölcsész Biblia körös, igen, akkor átlag 2-3 év alatt tért meg valaki. Hát miért? Emlékeztek? Maga az evangélium az egy csomagnak a része. Onnak ez, hogy Isten létezik, meg a világ, meg minden, hogy ebben, hogy ki hol tart, és magáról a kompakt üzenetből is minden elem, hogy a helyére kerüljön, és akkor egyszer csak úgy meglátja, hogy kire van szüksége, és igen, légy az Uram, meg ilyenek, hogy valaki idáig eljusson, és nem csak az üzenetet, tehát valami ismeretet kéne befogadni, hanem hogy Jézussal magával találkozzon, mert csomben az egyházig eljut, de a Jézusig nem. Ugye? Tehát ez idő, és ha látjuk, hogy mit jelent Jézust nem befogadni, hogy micsoda harc ment, ugye az övéi közé jött, a saját világába jött, és nem fogadták be. Azt végignézed, hogy mi mindent jelent az, hogy nem fogadni. Ennek az ellenkezője, hogy mit jelent Jézust befogadni. Azt, hogy felfogom, hogy ki ő. Hogy meglátom, hogy itt valami egészen más jelenik meg. Hogy odafigyelek arra, amit mondom. Hogy van fülem a hallásra, hogy oda is figyelek. Hogyha kérdésem van, mert ki vagyok akadva, akkor hozzámegyek a kérdéssel. Ugye a tanítványaim meg a hallgatóság többi része között csak ez volt a különbség. Hogy azok elmentek, a tanítványok meg oda mentek Jézushoz, hogy Tehát ez a, hogy érted? Ugye a példázatok, meg mi az, hogy keresztel, vagy mi az, hogy meg fogsz halni, meg ilyenek. És persze jöttek a saját dolgaikat, de Jézus valami hihetetlen türelemmel. Bárnia ugye kérdezte, hogy meddig vagyok, még váltak. Tehát azért neki is sok volt néha a tanítványok, hogy a befogadó képességét tágítani, de ő megtette. Tehát és ez a reménységünk, hogy ott a főiskolán, egyetem, ugye Krisztus egyetemes és főiskolás, hogy ott valahol a... Bocs, jó, oké. Igen, ez fájt, igen. Oké, jó. Tehát valahogy ez a reménységünk, hogy ugyanezt megteszi másokkal, hogy ezeket az embereket is úgy végkíséri ezen a keskeny úton, amíg végre eljutunk ki hozzá. És hát ez a mi dolgunk is, Jézus bennünk kísér el embereket a szoros kapuig, és aztán tovább a keskeny úton. Most ez többnyire, ha nem mindig, időigényes folyamat. Van, amikor valaki egyik percről a másikra megtér. Én is tudom percről, hogy mikor tértem meg. De ez nem tipikus, vagy ez nem elvárás, ezt nem lehet elvárni. A csomó ember van, aki nagyjából emlékszik, hogy igen, azon a nyáron, hát igen, akkor tértem meg, vagy akkor lett számomra olyan valóságos, vagy személyes az egész keresztény hit. Ugye, mert az egyházban nő fel, az egész kultúrája, az emésztésétől a gondolkodásáig, minden keresztény, csak... De azért valahogy el kell jönni a pillanatnak, hogy észrevesz, hogy van benne valaki, aki dolgozik benne, és valami mást akar, mint amit ő zsigerből csinálna. Ugye? Tehát ez időigényes folyamat, hogy tegnap arról volt szó, ezek az instant megoldások ugye a keresztény hitéletre. Nem. Tehát tanítani akar minket, egy értékrendszert akar bennünk kidolgozni, hogy olyan döntéseket hozzunk, hogy ezért a jellemünk így meg így változzon meg, és ezért a sorsunk is. A keresztényi válás is nagyon sok embernek egy folyamat. Hát még a kereszténynek maradása, vagy még inkább, vagy nem tudom, hogy mondjam, az emberré válás. Mi az apologetika? Maga az apológia szó, ugye a weboldalomnak is ez a neve, az apologia.hu, vagy apologetika.hu, hitvédelem.hu, ez ugyanoda visz. Ugye Filippi 1.16-ban Pál apostol mondja, hogy hát az evangélium védelmére, és apologiantól evangélium rendeltettem. Tehát Pál így érte meg, ez az apostoli identitás, az evangélium védelmére rendeltettem, és ha belegondolsz, az új szövetség fele hitvédelem.
hanem több. Ugye? Tehát az 1 Péter 3.15, ugye a rabszolgáknak mondja, hogy szelíden és tisztelettel tegyenek, adjanak számot a bennük élő reménységről. Tehát az apológia az védőbeszédet jelent, számadást jelent, hogy valaki számon kéri, hogy miben hiszek én, miben reménykedek én, és ezt hogyan tegyem tisztelettel, stb. Stb. Tehát, vagy a Judás 3, küzdjetek a hitért, amely egyszer mindenkorra a szentekre bizatott. Tehát erről szól a tanfolyam, hogy külön 4 óra, bibliai apologetika, apostoli és patrisztikus hitvédelem módszertana, amit így Bibliából, meg az egyházatyáktól láthatunk, ez egy külön, most ebben nem megyünk bele, de egy összefoglalva a hitvédelem erről szól, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk és miért, és mit nem hiszünk és miért nem. Ezt tudatosítani, jól kommunikálni, de ez nem pusztán ismeret, meg szavak, meg valami filozófia, hanem ezt élni is kell. Tehát az 1 Péter 3.15-ben ott van, hogy hát egy dolog, hogy elmondjátok, számot adtok a bennetek élő reménységről, de tetteiteket is látva megszégyenülnek azok, akik titeket vádolnak. Tehát szóval és tettel, tetteken szólásról van szó. Bocsánat. Ami után kevesen vágyakoznak. Bocs. Ez a védőbeszéd számadás. Na most ugye a hitvédelem az nem arról szól, hogy akkor megvédjük Istent, mert bántják. Vagy valami mindenféle csúnya dolgokat. Tehát ezért mondtam, ez a most előveszi a 10 kilós kalapácsot, és neki kell emléket rongálni, mert Isten nem ilyen, és hogy lettek ilyen hülyék, vagy valami ilyesmi, vagy nem erről van szó. Tehát nem Istent kell megvédeni, hanem az Istenhez vezető utat. Yeah, where are you? No, this way. Erre, arra, nem, erre, amarra. Ahogy én látom, a szűk, szoros kapuhoz vezető út, az tele van bedöntött fákkal, el van árasztva, föl van mocsarasítva, a jelzőtáblák el vannak fordítva, meg ilyenek. Tehát ezek az akadályok. Az embereknek vannak kérdéseik, őszinte, logikus kérdéseik. Vannak félreértéseik. Egy csomó hazugságot elhittek, nem valós állítások, ugye udvariasabb formában. Akkor a hitet érik kihívások. Na jó, de mi van akkor? És akkor ez mit jelent? És ennek mi a jelentősége? És ennek mi a hatása? Stb. Vagy vádak, hogy összetévesztik ugye az egyházat a kereszténységgel, a Christianity-t, a Churchianity-vel. Tehát az, hogy a keresztények hogy viselkednek, ugye egyes keresztények ezt összetévesztik magával a kereszténységgel. Ugye mindig az van, hogy nem mindegy, hogy ki mennyire érti és éli a saját hitét, ennek megfelelően viselkedik ugye valahogy. Tehát ilyen mindenféle akadályok vannak, és az apologetika munkája a megtérés elősegítésében ennyi, félretenni ezeket az akadályokat, felszárítani a információ, félretenni, ami hamis, meg ilyesmi. Tehát válaszolni a kérdésekre, a félreértésekre, hazugságokra, kihívásokra, vádakra. Ez védőbeszéd. És ezért a célja eljuttatni a szoros kapuig. Tehát az apologetika senkit nem fog megtéríteni. De eljuttathat a döntésig, hogy most már tényleg... Figyú, nincs több ér. Egyszer egy ilyen buddhátó Jézusig előadás után előttek buddhisták a végén, és igen, nagyon korrekt volt minden, örülünk, de azért ezzel Jézusról beszéljünk egy kicsit, mert ez nekünk nagyon furcsa volt. És hogy, hát mondom, igen. És akkor még beszélgettünk, emlékszem, ott valami 3-4 órát ott az eltérő, már éjfélen túl voltunk, mert minden. És akkor a végén megfogalmazott benne, figyelj, nincs több ér, nincs több bizonyíték, szólítsd meg. Tehát, mondom, eljuttathat a szoros kapuig, illetve segít megtartani a keskeny úton, hogy ne sodorjon el mindenféle tanítások szele jobbra, balra, amarra. Az eredeti, egyszer átvett, hamisítatlan eredeti üzenetnek a mindenféle torzított verziói helyett, hogy te ragaszkodj ahhoz, amit egyszer már átvettetek, és ahhoz ragaszkodjatok az eredeti üzenethez. Ebben mind segíthet az apologetika, ennek ez a célja. Na most, ami az apostolkodást, ugye katolikusoknál ugye a hívők apostolkodása, tehát így is beszélnek erről. Ebben az egész apologetika olyan, mint ez a svájci bicska, ez a multifunkcionális cucc. Tehát ugye az apologetika eszköztára elsősorban ugye nyilván ismeretek, aztán érvek, úgymond bizonyítékok,
elgondolkodtató, vagy akár kényszerítőre jut, de az azért elég ritka. És hát egy stratégia, majd erről mindjárt hozok egy következő diában egy példát. Mindenkinek van stratégiája. Tehát az is egy stratégia, hogy hagyd már abba ezt a hülyeséget, figyelj, elmondom, mi az igazság. Tehát, ugye, ez is egy stratégia, ez is egy taktika, másképp, hogy bejönne. Tehát itt stratégiák vannak, meg ilyenek, tehát egy csomó mindent lehet tanulni. A másik az, hogy vannak bizonyos szakterületek, amiről tudjatok, hogy van a klasszikus apologetika, ami ugye arról szól, hogy Isten létének bizonyítása, Biblia megbízhatósága, Krisztus kijelentései, a csodák, Krisztus föltámadás, ezek a klasszikus témák. Tehát C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Norman Geisler, ugye meg másoknak ezek a könyveit, ez a Lee Strobelnek a könyve, a Jézus dosszié. Tudom, ott van az asztalon, ugye? Meg a C.S. Lewis, ugye az ő könyve. Tehát ez a klasszikus apologetika. Aztán van a teológiai apologetika, amivel ugye itt nem foglalkozunk. Ez a protestáns, katolikus, meg belprotestáns, meg mit tudom én, mindenféle. Ez ilyen teológiai, a keresztény alapokon túl a részletkérdésekben mennek a viták jobbra-balra. Ez a teológiai apologetika, felekezeti apologetika, a missziós apologetika, amit én is csinálok, meg a mi nemzetközi hálózatunk, a másolások felé való misszió. Tehát hogy mondjuk el az evangéliumot olyanoknak, akiknek már van? Tehát hogy mondjuk el a jó hírt olyanoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik is van jó hírük? És muszlimok, mormonok, vikák, Jehova tanúi, stb. Tehát így ennek a kutatása, erről szól a missziói apologetika. Aztán van a kulturális apologetika, amit ezen a héten mi itt most csináltunk. Tehát a kultúránk megismerése, és hogy ebben a kultúrában milyen folyamatok zajlanak, milyen trendek, milyen erők működnek, és ebben mi, ez ránk hogyan hat, illetve mi hogy tudunk ellenhatni. Ez meg a kulturális apologetika, a britek nagyon jók ebben. És hát van a tudományos apologetika, ugye, ami bizonyos tudományos, bioetikai, meg egyéb ilyen tudományos területen valahogy próbálja összeegyeztetni a tudományos eredményeket a keresztény világképpel. Tehát mondom, itt több szakterület van, nagy szakirodalommal, aminek lehet olvasni, ha valakit érdekel. Mondom, az Apologia Kutatóközpont könyvtárában ott van valami 3000 kötet, meg van 10 gigányi PDF, e-book, tehát ha valakit érdekel, csak mondom nektek, mert sok szakdolgozat születik minden évben, aki valamilyen szakterületen szakdolgozni akar, de valami hívő témát bele akar vinni, nyugodtan gyertek, amiben tudok, segítek, évente egy tucat születik, és nem csak teológusok, hanem a nyelvészettől a geológusig, mindenféle témában jönnek emberek, és ebbe tudok segíteni, hogy még milyen szakirodalom létezik, meg kutatók, meg weboldalak, stb. Jó? Na, zárója bezárva. Na most, az az érdekes, hogy kialakult az apologetikában ilyen iskolák alakultak ki, lehet így mondani, a klasszikus, érvelő, evidencialista, tehát érveket felsorakoztató irányzat, akkor van egy másik a fideista, melyik nem érvelni kell, hanem meg kell tapasztalni a hit ugrására, hogy ilyen biztat, meg ilyen presszupozicionalista irányzat, amerikai lóformátus atyafiaknak a hozzáállása, a módszertan, a Cornelius Fantil, meg másoké, akik éppen, hogy nem érvelgetnek, meg nem a hit, hanem aki nagyon kőkemény, ott akar rámutatni, hogy fia, neked is vannak hitbeli meggyőződéseid, annyi, hogy tudnád, meg ilyenek. Tehát ezek kialakultak ilyen irányzatok, és vannak, akik elkövetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy csak ez a jó, ez a klasszikus, luteránus, fideista, amit a Pascaltól, a Kierkegaardon át, mindenki így alkalmazhat, vagy az a patinás, Fantil-féle, kálvinista, ismeretelméletre épülő, vagy a klasszikus C.S. Lewis-i, meg az egyházatják, és a többi az nem jó, és az nem is jó apologetika. De azért nem értelek, kialakult az, hogy van integratív apologetika, rájöttek arra, hogy ez hülyeség. Egyszerűen akivel beszélsz, ő hol tart. Aki elég nyitott arra, hogy ismeret kell neki, annak lehet nyomatni az ismereteket. Föl lehet hívni a figyelmét arra, hogy erről lehet olvasni. Nem kell butának maradni, lehet olvasni. Erről ez meg ez van. Vannak bizonyítékok, vannak tények, vannak érvek. Ha neki ez kell, akkor lehet nyújtani. A másik, akiről minden lepattan, csak mindent visszadob, és nyomat ilyen axiómaszerűen kijelent dolgokat, őt pedig igenis ki lehet piszkálni, hogy figyelj, és neked tudod, hogy amit mondasz, amögött mi van, hogy jutottál erre
a következtetés. Neked is van egy csomó hiedelem a fejedben, és nem is tudod, hogy mire építed. Ez nagyon segíthet ezeket az embereket kipiszkálni ebből a pozícióból. Az más kérdés, hogy bármelyikben csak nyomjuk a bizonyítékokat, vagy csak kipiszkáljuk az egészet, hogy valójában miért is gondolja, amit gondol. Ezek mind ilyen zsákutcákhoz vezetnek, ha ezt így csak úgy ezt alkalmazzuk. És amikor már ismerete van, meg minden, és már csak az kell, hogy vére döntsön, akkor igenis lehet neki mondani, hogy figyelj, szólítsd már meg. És akkor át lehet menni fideistába, ha egyáltalán érdekel ez téged. Tehát ez a lényeg, hogy akivel beszélünk, ahol tart, mire van szüksége. És ennek megfelelően tudunk átváltani presszupozicionalistából, vagy evidencialistából, fideistából, vagy vissza. Teljesen mindegy. De azt tud, hogy akivel beszélgetsz, annak mire van szüksége. Tehát ez a Lee Strobel féle könyvező Jézus dosszié, ez akinek tényleg ott van, csak ilyen közhelyek vannak a fejében, tudjátok, mindenki tudja, hogy Bibliát meghamisították, meg nem is élt Jézus, meg a, mit tudom én ilyenek, annak oda lehet adni a kezébe egy ilyet. Aki meg már ezen túl van, csak vacilál egyfolytában, azzal pedig lehet beszélgetni és bátorítani, hogy szólítsd már meg, ugorjál. Ahogy tetszik, ugye, meg ilyenek, jó? Tehát ezek a módszertani iskolák, ezek a szakterületek, ezt lehet együtt használni, egyszerűen attól függ, hogy kivel beszélgetsz, ilyen egyszerű, jó? Keleténél láttam a feliratot, falra festve, kedves testvérünk, ugye közvagyó rongálással hirdette az evangéliumot, nagy piros betűkkel, Jézus a válasz, és valaki feketével alá festette, hogy és mi volt a kérdés? És zseniális. Zseniális. Ez a lényeg. Tehát hol tart a másik? Abból kell kiindulni, hogy jó, figyelj meg, hogy az apostolok evangelizálnak. Mit tudom én, a Fülöp, ugye, elragadtatik oda a Samáriában, ott valahol evangelizál, és akkor ott megy az a Kandaké, ugye ennek az etióp kincstárnok, és olvassa a Ézsaiás tekercsét, és akkor oda pofátlankodik hozzá, hogy érted is, amit olvasol, és akkor hát hogy érteném, ha valaki nem mondja el, és akkor abból a pont az Ézsaiás 53, abból a helyből kiindulva hirdette neki az igét. Tehát Jézus is két farizeussal sem beszél egyforma módon. Az apostolok végignézed az egész abcsát, hogy mennyire más embereknek, mennyire más, hogy elkezdték az evangelizációt, hogy egy Cornéliusnak máshol kellett kezdeni, mint egy Festusnak, egy helytartónak. Az egyiknek elég volt Keresztelő Jánosra hivatkozni, vagy a Keresztelő János tanítványoknak ugye az ő szavaira, hogy majd aki utána jön, abba kéne hinni, a másiknak inkább a bizonyságtételét mondta el, és abba szűrte bele az evangéliumot. Tehát, hogy nem látunk klisét. Lehet, hogy ez rossz hír, de nincs recept. Hanem vagy te, meg az a másik ember, és hogy ő éppen hol tart. És hogy neki mi a kérdése? Igen, ő is a válasz, de neki mi volt a kérdése az első, meg még a tizedik? Mert lehet, hogy a huszadik lesz az, hogy és akkor Jézus a válasz? Mindenre, amit már átbeszéltünk? Ha nem tudod, mi jár a fejében, nem vagy gondolatolvasó, mint Jézus, akkor kérdezz. Ilyen egyszerű. Tegyél föl kérdéseket. Kettő. Hallgasd meg a választ, ez a második legnehezebb. Hallgasd meg a választ, és hagyd őt kérdezni. Te lehetsz őszinte, legyél átlátszó. Hagyd kérdezzen ő is. És kérdezz vissza. A Greg Kukul, aki egy nagy ilyen hitvédő, a Stand to Reason, str.org, a Ministries-nek a vezetője, ilyen rengeteg ilyen rádió beszélgetésben van benne, és azt mondja, hogy tehát ilyen évtizedek óta csinálja nagyon jól, a Tactics című könyvét remélem a harmad kiadja, tehát pont az ilyen beszélgetésben a stratégia ilyen sakszerűen, hogy mennyit segít a jó stratégia, mindenkinek van stratégiája, csak vagy tudatos, vagy nem tudatos, vagy jó, vagy rossz. És azt mondja, hogy neki nagyon leegyszerűsült az élete, bárkivel tud már beszélgetni két kérdéssel. Mit értesz ez alatt? Tehát definiáljuk, amiről beszélünk. Mit értesz ez alatt? És a másik, és hogy jutottál erre a következtetésre? Azt mondja, bárkivel el tud beszélgetni, és azt mondja, bárki bármilyen háttérképzettség nélkül a másikkal el tud beszélgetni bármilyen témáról ezzel a két kérdéssel. Rávezeti akivel vitatkozik, hogy egész mást értenek a fogalom alatt. Vagy hogy végig se gondolta, hogy mit ér a fogalmát. Vagy rávezeti azt, hogy jutott el erre a következtetésre. Tulajdonképpen csak úgy jött, vagy csak elfogadta a mainstream véleményt, de ő maga nem gondolta végig. És tulajdonképpen nincs is alapja a következtetésének. Stb. Stb. Tehát nagyon
Ez is egy nagyon jó anyag, remélem, hogy a harmad kiadja, de ez amit mindnyájan tudunk alkalmazni. Jó, és akkor még egy fontos dolog a keresztény hitvédelemben, ugye az igazság megvédéséről van mindig szó. Keresztény teológiai, apologetikai szempontból az igazság fogalmunk egészen sajátos, tehát a többi vallásával összehasonlítva. Az egyik az, hogy az igazság létezik. Tehát nem már nagy ível, egyes számban. Tehát nem igazságok, ugye, tudjátok, a Neo kisfiú, Matrixban láttátok, ugye ott van a kis buddhista, kis srác a kanállal. Ne próbáld elhalítani, inkább ismert fel a valóságot, ismert fel az igazságot, mire Neo korunk gyermeke visszakérdez okosan, melyiket? Melyik igazságot? Ugye, mert biztos sok van. Tehát nem, van, és onnan tudjuk, hogy ez személyes, hogy valaki. Tehát, hogy teljesen egyedülálló módon Jézus mondta az összes vallásalapítóhoz képest, akik csak beszéltek az általuk igaznak védőkről, hogy én magam, hogy én magam vagyok az igazság. A másik az, hogy itt miután valakiről van szó, és ő megismerhető. Egészen furcsa, tehát ismeretelméleti szempontból is a mi igazságfogalmunk, hogy itt valakiről van szó, akinek a megismerésével ismerem meg a valóságot, térképezem föl a világot. Állnak össze a mozaiknak a darabjai. És ahogy ő mondta, ez a ego emihé aléthelye, én vagyok az igazság, ez az aléthelye, ez a való igazság, a valóság, ez a fogalom. Tehát azt mondta, hogy nélkülem nem élsz a teljes valóságban, csak egy töredékében. Tehát itt a valóság, itt a létatét, ugye, a valóság megismeréséhez Jézus szerint ő kell. Hogy mi a világ, miről szól az egész, mi érték, mi az ember, milyen Isten, aki engem látott, látta az atyát, ugyanakkor nincs egészségesebb ember, mint amit ott látunk Jézus személyében. Tehát ez a valóság, az, hogy éppen ezért ez számít. A mai ember hajlik arra, ez a posztmodern kultúra, hogy mindenki a maga kis valóság szigetében ül. Ó, keresztény vagy, ó, fantasztikus, nagyszerű, biztos jól esik meg minden. Nem, nekem nem működtél máshol. Tehát mintha ilyen, és akkor mindenki udvariasan el van a maga kis valóság szigetében, te ilyen vallású vagy, olyan, ő vallástalan, ő meg mi semmiben nem hisz, vagy ő azt hiszi, hogy ő az Isten, vagy mit tudom. Tehát mindenféle verziók vannak, de mintha ezek között nem lenne kapcsolat, nem lenne átjárás, ilyen kis sziget valóságok lennének. De összejövök egy amerikai indiai testvérrel, ő is hívő, 5 perc alatt ugyanarról valakiről beszélgetünk. Ugyanolyannak ismerjük. A valóságot ugyanúgy ismerjük, tanuljuk a vele való kapcsolatban, az ő tanítása, csodái, tettei, a szentírás, meg a vele való együttlét, együttérés során. Tehát ezért számít, közügy, közösséget teremt ez a valóság. Itt vagyunk. Gondolom, hogy nem csak én vagyok itt. Tehát legalábbis ebben a hitben töltöttem az elmúlt néhány napot. Tehát ezért ez a valóság emberek közötti valóságokat áthidal, emberek közötti kapcsolatokat javít, ezen a hídon átmennek minták, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, türelem, önuralom, stb. És ezért közösség formában helye van. Tehát igenis számít, ezért közügy, és nem magánügy a vallás. Legalábbis a miénk nem tud magánügy maradni. Igen, igen. És még egy, ami legfontosabb, nem birtokolható. Tehát nem mi birtokoljuk az igazságot. Az igazság, aki valaki, ő birtokol minket. Mi vagyunk az egyedüldözítő vallás? Nem. Mi azoknak az embereknek a vallási közössége vagyunk, akik abban Jézusban bízzák magukat, aki azt mondta, hogy egyedül ő tud üdvözíteni. És végül, mi is ez a cross culture, ugye? Fogalmam nem volt, hogy mit jelent a szó, úgyhogy utána néztem, 30-as években jelent meg a szociológiában, ennél többet nem is tudok róla mondani. Hát a kultúrák összehasonlító vizsgálata, stb. Ez mindenkinek megvan, hogy itt miről van szó? Ezek a Star Wars figurák a Hollywood bulváron, vagy itt a, nem tudom hol, a Lankershim bulváron vonulnak fel.
Miért hoztam ezt a képet? Miért jutott ez eszembe? Nem azért, mert rátok gondoltam, és de valahol igen, meg magunkra az egyházra gondolva. Tehát ha elolvasod a Lukács 6-ot, vagy a Jézus hegyi beszédjét, vagy a Róma 12-ben a keresztény életről szóló szakaszokat, úgy egyszerűen úgy egy fungra olvassátok el, most nekem itt nincs időm felolvasni ezeket a szöveket, akkor Jézusnak a tanaiban, meg Pál tanaiban, a viselkedésében valami emberfeletti, valami nagyon nemevilági, valami nagyon ellenkulturális, valami nagyon nem normális jelenik meg. Egyszer próbál meg így végignézni az evangéliumokat, és Jézus, ahogy viselkedik. Valami, mindig van valami az emberek, körülötte ott vannak az emberek, és valamit normálisnak tartanak, ő pedig felrúgja ezeket a dolgokat. Hát Jézus az abnormális. A szó abszolút pozitív értelmében, ha van ilyen, de akkor ő majd megkreálja ezt az értelmét. Ezért ellenkultúra a kereszténység, ezért tud ellenkultúraként csak igazából önmagam maradni. Tehát bennünk itt valami földön kívüli, valami nem evilági jelenik meg, minél inkább, hogy mondjam, ez a Krisztusban az ő képére és hasonlatosságára elváltozunk. Emlékeztek a 2. Korintus 3-ban. És mi pedig mindnyájan egyazon lélek által ugyanarra a képre formálódunk át, dicsőségről dicsőségre. Tehát Krisztus nem csak logosz, a szó, ami emberré lett, megtestesült, közöttünk verte fel sátrát, hanem eikon, ikon is. Ő az az ikon, amit ha nézel, egyre inkább hasonlóvá leszel hozzá. Krisztus arcán ragyog fel Isten dicsősége. Ha tudni akarod, milyen Isten, milyen csodálatos ő, akkor figyeld Krisztust. Az ő arcát meg hogy látod, meg olvasod az evangéliumot, próbáld megérteni ezeket a történeteket. Milyen ő? És aztán fesd meg a saját ikonodat. Benned milyen kép él Jézusról. Mert ő hozzá fogsz hasonlítani. Ez a cél. A Szentlélek Krisztus képére és hasonlatosságára formál minket. És ez valami egészen más. Nem azért, mert neked is hosszú hajad lesz, meg nem tudom mi, mint a hollywoodi skandináv típusú Jézusok. Nem erről van szó, hanem arról, hogy valami benned egészen, valami egészen más jelenik meg ebben a világban. Szeresd ellenségedet. Na nehogy már. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És egy csomó ilyen, olvassátok végig a hegyi beszédet. Hogy Isten a jóságos és irgalmas a hálátlanok és a gonoszok iránt. Tehát milyen ezt a világot szerette úgy az Isten? Hogy ez neki ennyit megért, ez az ember megért neki egy Krisztust? És így tovább, és így tovább. Tehát mi anomália vagyunk a rendszerben, ahogy ezt szokták mondani, valami rendszer... Tessék? Rendszeridegen, köszönöm szépen, igen, rendszeridegen elemek vagyunk. Az a helyzet, hogy ezt fel kéne fogni, hogy Jézus az, és ha őt követed, akkor te is azzá válsz. Ha nem fogod fel, hogy Jézus mennyire rendszeridegen, akkor úszol a világgal. A rendszerrel, úgymond, ami körülveszel minket. Tehát ez az anomália, az ő egészen más, emberfeletti, nem élvilági dolga jelenhet meg. Néha körülbelül így nézünk ki, így néz ránk a világ, ezt látja. De, és itt nem a, és itt az egészséges almától lesznek egészségesen rohadt almák. Nem nekünk kell félni, nem nekünk kell félni. Féljen a világ. Van mit féltenie az egóját. Ahogy nekünk is mit kellett féltenünk? Hát az egónkat. Más is, mit gondolsz, miért fél? Miért harap? Miért tiltakozik? Miért ellenséges? Hát mert tudja, hogy valamiről le kéne mondania. Igazából csak az önzéséről. Csupa ilyesmiről, ami őt is pusztítja meg a környezetét rajta keresztül. De ezért érezzük úgy, mintha belénk vágnának, amikor bizonyos dolgoknak búcsút kell inteni. Miért? Mindig a test cselekedetei, ezeknek búcsút inteni, hogy megmaradhasson, hogy létrejöhessen, kiformálódhasson ez a szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, önuralom. Mert ha ezt nem teszed, akkor a többi dolog fog irányítani. Ha azokat nem ölöd meg, azok ölnek meg téged.
Gypsy Smith kanadai evangélistának volt egy szerintem zseniális mondata. Az emberek, a legtöbb ember az első 4 evangéliumot sose olvassa. Csak minket. Mi vagyunk az 5. evangélista, nem Bach, az 5. evangélista volt. Mi lennénk az 5. evangélium? Tehát az abcsa 29, 2000, és a többi. Most itt fölmerül ugye a hitelesség kérdése. Aki azt hiszi, hogy majd ha eljutok egy bizonyos szintre, mert ha tökéletes leszek, akkor leszek arra méltó, hogy bizonyságot tegyek az Úrról, stb. Stb. Aki azt hiszi, hogy tökéletesnek kell lenni, akkor az a kérdésem, és hol az a szint, amit el kell érni? Ki határozza meg azt a szintet? Miben jelenik meg? Mikor éred el, és eléred-e valaha a tökéletességet? Tehát mi a különbség? Mi a nagy különbség? Én szerintem nem a tökéletesség, hanem az őszintesség. Gondoljatok bele a korintusi gyülekezetbe, mennyi gáz probléma volt ott, és úgy kezdi Pál levelét, hogy Isten egyházának, Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Korintusban élő szenteknek. Tehát nem a... Bocs, tehát nem ilyen értelemben szentek, hogy valami extrém dologra képesek voltak, amire mindenki azt mondta, hogy hú... Nem ilyesmiről van szó, extrém nagy baromságokat csináltak, azóta is olvassuk, és nem tudom elképzelni, hogy létezik-e ilyen gyülekezet, ahol ennyi probléma van, mint ott, vagy volt valami, mint ott Korintusban még az evangélium legelején. De tehát a hitelesség az úgy gondolom nem a tökéletességünk, hanem az őszintességünk egyfelől önmagunkkal szemben, az átlátszóságunk, hogy igenis a fényben állunk. Az nem azt jelenti, hogy nem ragyogunk, vagy nem magunktól ragyogunk, hanem azért, mert valaki süt ránk. És világosságban járni mit jelent? Az, hogy minden látszik rajtad. Te is látod. Nem csinálsz úgy, mintha nem lenne. Ugye, mint a egyszerű székely, ugye, lelkész mondta, hogy a presbitériumában valaki mondta, hogy hát testvérek, én már évek óta nem láttam. 6 éve nem láttam az úemberemet. Hát mi láttuk, mondták a többiek. Tehát ő maga se látja. És egymáson merjük-e látni, észrevenni a gyengeségeket. Elfogadjuk-e így egymást, hogy a másik még itt tart. Fényben állunk-e? Fényben járunk-e? És főleg azért, mert nem valamilyenek vagyunk, mert elértünk egy szintet, hanem azért, aki vagyunk. Aki úgy gondolta, hogy már pedig ezeket az embereket én megfogom és átváltoztatom. Mert az övé vagyunk, meg örökbe fogadott minket. És itt jön az, hogy ki vagy te, mi vagy te? Tanuló vagy, úton vagy, úton levő ember vagy, tanulsz, van mit tanulnod, építési terület vagy. Igen, ezért néha fejünkre esik a vödör a jelenlétedben, amikor éppen úgy viselkedsz, meg a te fejedre, amikor velünk vagy közel. Tehát építési terület vagyunk, nevelendő gyerekek vagyunk, mit Isten szeretett gyerekei, kövessétek mennyei atyátokat. Növekvő emberek vagyunk, ha növekvő emberek vagyunk, akkor változó emberek vagyunk. Tehát valaki dolgozik rajtunk. És tudod, ez a nagy kérdés, hogy és miért van ennyi hülye keresztény? Én mindig azt mondom, hogy azért, mert ennyi hülye ember van a világban, Isten szereti ezt a sok hülye embert, de nem hagyja meg őket olyannak, amilyenek. Még egy csomó rosszat el tudok magamról mondani, de valaki dolgozik rajtam. Rajtad is dolgozik valaki? Rajtad dolgozik valaki? Mert ha nem, akkor így maradsz, és sose leszel több, mint ami most vagy. Magadon dolgozhatsz, egy darabig eljutsz. De mit szólsz ahhoz, hogy Isten dolgozna rajtad? És nem azért, mert ő az önmegvalósítás eszköze megjelenik, tehát nem a fogyasztói kereszténység, nem amiről tegnap volt szó, hanem hogy felfogod, hogy szükséged van rá. Úgyhogy gondolkozzunk. Ugye minden változik, minden megváltoztatható, minden változás merünk marad. Erről volt szó a kultúránkban. Számodra mitől jó hír a jó hír? Tehát mitől jobb hír ez, mint ami a környezetünkben van? Gondold végig. Mert így fogod elmondani. Vagy tudod, hogy ez miért jó hír? Hogy ez mire képes ez a hír a családodban, az életedben, a sorsodban?
mi lenne képes a munkahelyeden. Mitől jobb hír ez? Gondold végig, neked kell tudni. Téged ki vagy mi győzött meg? Hogyan győződtél meg erről? Másik, hogy benned mi van jelen? Mi hiányozna, ha te nem lennél ott, a családodban, a munkahelyeden? Mi van benned jelen, ami egyszerűen azért, mert hívő vagy? Ha te nem lennél, mi hiányozna a környezetednek? Lehet, hogy ők nem tudják, vagy lehet, hogy meg is mondják. Mondjuk évek után, évekkel később, amikor már nem is dolgozott, akkor kiderül, hogy valójában rájuk figyelnek. Ha tudják, hogy hívő vagy, figyelnek. És lehet, hogy évek múlva derül ki, hogy benned mit láttak. Te nem is tudtad. És ezt mondom, nem arról szól, hogy mindig tökéletesek és fantasztikusak legyünk. Egyszer valaki kibarult, hogy figyelj, annyit beszélsz a megbocsátásról, egyszer már szeretném rajtad látni. Mutasd már meg, hogy kell bocsánatot kérni. Mert lenne miért. De ezóta nem hívő kollega. Tehát nekünk nem tökéletesnek kell lenni, hanem tudni, hogy ki az, aki tökéletesít minket, farag minket. És másokat is lehet hívni erre, hogy figyelj, erre szükség, nekem én gondolom, erre szükségem van. Megalázó? Lehet. És? Ki mondta, hogy én vagyok a csúcsfigura? Miért kellene nekem annak lenni? Én lehetek átlátszó, lehetek transzparens, mert van valaki, aki átlát rajtam, és mégsem ítél el, és mégsem szégyenít meg, hanem magára vette az én ítéletemet, és magára vette az én szégyenemet. Ha ezt felfogod, így tudsz szeretettel oda menni ahhoz, aki meg van szégyenülve. És aki ő is tudja, hogy mennyire nem elég, és nem tud eleget tenni. És hogy te nem ezt nézed, hanem csak látod az embert, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és akiért a vérét ontotta, és akiben még nagyon jó dolgokat akar csinálni, ha végre engedjük. Elég rájutottunk a saját magunk végére. Tehát mi hiányozna, ha nem lennél ott? És számodra mit jelent tanítványnak lenni? Tehát nem tudom, evangelizáció, nem tudok mit kezdeni, jó hírezés, apostolkodás, minden volt már, tanítványnak kell tenni a népeket. Mit jelent tanítványnak lenni? Ha tudod, mit jelent tanítványnak lenni, akkor meg tudod fogalmazni, mire hívsz másokat. Hát nem tudod, mi az, hogy tanítvány, mit ilyen tanítványnak lenni, akkor mire hívsz másokat, hogy ők is legyenek tanítványok. Nem keresztényéket tenni, meg egyháztaggá, meg mit tudom én, Krisztus tanítványával. Tehát te hogy fogalmaznád meg magadnak, hogy mit jelent Jézust követni, az ő tanítványának lenni. És a kis szkeptikus Manó, mindig várom, hogy egyszer elmosolyodik, hogy próbálj megképzelni, hogy milyen lenne, hogy valahogy kigyúlna a fény. Hát reméljük megadatik. Köszönöm a figyelmet. Van még egy kis időnk, szóval ha valakinek van kérdése Andráshoz, akkor most feltelti. Egy-két kérdésre van idő, azt hiszem. Kell törekedni a tökéletességre, csak hogy én még nem vagyok az, és sosem leszek az, amelynek az oldalán, ez egy másik kérdés. Tehát az, hogy Krisztusban vagyok tökéletes, hogy igazzá szentté nyilvánít, és ugyanakkor igaz emberré tesz, szent emberré tesz, bevon az ő vonzás körébe, és ezért minden megváltozik. Tehát, hogy ez egy folyamat, hogy úton vagyunk. Tehát, hogy ezt az evangelizáció szempontjából beszéltem erről az egészről. Tehát, hogy nem kell várnunk, hogy elérjünk valami szintet, hogy elmondhassuk a jó hírt, az evangéliumot. Tehát én csak ennyit akartam itt most mondani. Az más kérdés, hogy persze, hogy törekedünk. És aki ő, amilyennek már megismertük, egyre inkább a szerint élni. Tehát mondom, milyen kép él bennem Jézusról?
a Szentlélek, amilyen képül bennem Jézusról, amit felfogtam, amennyi már kirajzolódott bennem számomra az ő vonásaiból, arra tud a Szentlélek átformálni. Dicsőségről dicsőségre. De ezért nekem nem fér bele az, hogy már értem egy szintet, akkor most már mondhatom, vagy nem érem a szintet. Csak hogy értsétek most egy ilyen nagyon szélsőséges példát, hogy mondjak. Van egy ismerősöm, aki gyerekkorában molesztáltak, bántalmaztak, és aztán ilyenkor ugye, akikkel ez előfordul, egy részük erre úgy reagál, hogy egy ilyen emlékezett kiesésük van. És akkor később ő pszichológusként lelkigondozott ilyen lányokat, neki is előjött minden ilyesmi. Teljesen összeomlott, teljesen összetört, alkohol, három öngyilkossági kísérlet, minden ilyesmi. És mondta a barátjának, aki csak kereső volt, hogy figyelj, nehogy keresztény legyél, mert Isten aztán ott van, minden csak bonyolultabb tőle, és nem tudsz tőle megszabadulni ettől az egésztől, a létfájdalma, meg minden. És ez a srác azt mondja, hogy de, én hinni fogok ebben, akiben látom, hogy téged tart valaki, pedig már egy totál szétesett ember vagy, és nekem kell ez a valaki, aki egy ilyen totál szétesett embert is egybe tud tartani. Tehát ez egy anti-evangélium első ránézésre, és ugyanakkor meg Isten csodája. Tehát ezért mondom, hogy nem kell valami szintet elérnünk, hogy mondhassuk. Lehetsz depressziós éppen, lehetsz éppen bukott vizsga után, stb. De attól még tudod, hogy ki a te urad. Ki az, aki téged a sajátjának mond, az övének mond. És aki te is a magadénak valhatsz. Mert ő nem szégyell a testvérének nevezni. Akkor én mit szégyeljem magam? Zárójelbe zárva. Valakinek van még kérdése? Igen, tehát szét szokták választani az apológiát meg a polémiát. A apológia ez a védőbeszéd, a polémia meg a vita. Csak nekem ez nem válik szét. Tehát éppen amikor mondok valamit, hogy ez egy ismeret, tudomásul kéne venni, erről azt mondja, hogy nem, ez nem az, vagy honnan veszem, és akkor megmondom, honnan veszem, te is hol nézhet cuccán, stb. Tehát ez az egész interakció, ez folyamatosan megy a polémia. Minden védőbeszéd valami váddal szemben, kihívással szemben, valamivel szemben mondja a védőbeszéd. Tehát a polémia másik oldalról kezdődik, de és aztán ő is átvált apológiába, mert én is tudok kihívást jelenteni számára, meg megkérdőjelezni dolgokat, vagy rávilágítani dolgokra. Tehát nekem ez egy mesterséges, ez a szétválasztás. A gyakorlatban én nekem, ahogy én látom, hogy attól függ, kivel van, kivel beszélek, és miről. Tehát volt már olyan, mormon, amerikai mormon misszionárissal, így egyszer beszélgettem, és valami hihetetlen volt a srác, tehát valami hihetetlen. Ő tökéletes, ők perfekcionisták, tehát náluk tényleg tökéletesség kell válni, Isten nem mondta, hogy légy tökéletes, ha nem válhatnák hozzá, és így gondoltam magáról, hogy teljesen tökéletes. És én ott egyszerűen kifakadtam, fiam, még az életben nem láttam ilyen felfogalkodott embert, mint te. És ez ilyen, én nem szoktam így tényleg, de ez ott nagyon ült, és a srác teljesen összetölt, és rájött, hogy igen. Tehát ezért mondom, hogy így, hogy nincs recept, vagy norma, hanem valahogy a Szentlélek is vezet, meg van ismereted, meg emberismereted, meg helyzet, felfogod a helyzetet. Tehát nagyon, nagyon képlékeny az egész. Tehát ez olyan, mint a túra. Tudjuk, hogy hova akarunk elmenni, de közben
belelépünk trutyiba, orra esünk a nem tudom mibe, vagy épp felmászunk rá, és örülünk neki. Tehát ez egy folyamat. Nincs recept, nincs kontroll. A stílus, ha arra gondolsz esetleg, vagy arra is gondoltam, akkor azért az, hogy hogyan beszél az ember az evangéliumról, hogyan adja át az ismeretet, hogyan reagál a nagyon durva, anyázós, pokolba küldős, stb. Mindenre volt már élményem. Tehát ilyen hihetetlen, tehát hogy mindenféle emberek vannak, és ilyen nagyon, egyszerűen vicces volt az a, mit tudom én, unitarizmusról írtam, és egy valami Skandináviában élő valami lelkész, az unitáriusoknak mondta, hogy szeretett atyám, fia, ki ez a Szalai, hogy kitaszajtson titeket a kereszténységnek keveréből, bocsássatok meg neki valami, hitető lélek bújt belé. Tehát így. Tehát ezzel csak röhögni tudtam. Most ez a hitető lélek bújt belém, stb. Tehát hogy mondjam, van, amikor az ember csak röhögni tud, de sokszor inkább csak sírok. Tehát néha tényleg csak sírás van, már annyira szomorú. Tehát hogy egyszerűen nem képes átlépni dolgokon, és embernek tekinteni a partnert. És mondom, a levelezésben az különösen nem jön, nem szeretek e-mailen vitatkozni. Mondom, figyelj, gyere, üljünk össze és beszélgessünk. Tehát amikor a szemébe kell nézni a másiknak, az egészen más, mint amikor úgy anonim csak szavak mennek, és mehet az anyázás. Mondom, én ezért kerülöm a fórumokat, meg a chatroomokat, mert ez nem az én világom. Biztos van, aki ebben jól otthon érzi magát, meg jól tudja csinálni. Én nem, úgyhogy inkább kerülöm. Így egy nagyon széles palettet felfestettél ebben, hogy már az apologetikának is vannak különböző irányzatai, meg iskolái, és hogy nagyon könnyű abba beleesni, hogy csak egy jó, amit csinálunk, és én azt tapasztaltam, amikor a diákokkal együtt dolgoztam, hogy nagyon sokan küzdenek azzal, hogy kaptak egy mintát, vagy egy elvárást a gyülekezetüktől, hogy így kell csinálni az evangelizációt, vagy így kell csinálni az apologetikát, vagy mit tudom én, és életet elszenvednek abban, hogy próbálnak megvalósítani valami elvárást, amit így rájuk terheltek, hogy ezt így kell csinálni, csak így lehet csinálni, el kell jutnod idáig, különben nem vagy elég jó keresztény, vagy nem tudod jól hirdetni az evangéliumot, hogy csináljuk azt, hogy hogy érdemes elindulni abban, hogy én megtaláljam a saját helyemet abban. Tehát ne kelljen hazudnom, vagy ne kelljen, ne görcsöljek ebbe, hogy nekem valaki mássá kell válnom, hogy veled ez hogy volt, hogy te hogy találtad meg ebben a szükségben. Vagy hogy rakott is Isten téged oda? Tehát, hogy jó, lehet, hogy megint csak azt beszél belőlem, hogy lehet időt spórolni azzal, hogy... Ami fontos. Lehet, hogy nem lehet időt spórolni, de ami szükségtelen, hogy én 5-6 évet eltöltsek abban, hogy próbálok egy olyan szerepet eljátszani, akit Isten nem is akart velem eljátszani soha, hogy ezt az időt hogy spórolhatnám meg magamnak. Hát... Valahol egyszerű a dolog, vagy most én leegyszerűsítem, ha érzed, hogy ez nem te vagy, ez neked nem fog menni, azt komolyan kell venni. Tehát aki, te például a feleségem a Timóteus társaságnál volt 10 évig teljes idejű misszionárius, még mielőtt mentálos lett. És ugye a Timóteusnak ez a kezdeményező evangelizációt, megy ajtóról ajtóra, éjfélig, kettőig beszélgetni emberekkel. Szerbusz érdekel az evangélium, meg a jó hír, meg Isten terve az életedre, meg ilyen, tehát ilyen kezdeményező evangelizáció, de hát utólag derült ki, hogy azért ez nem az ő lelki alkata, tehát szomatizált. És akkor ebből mai napig vannak problémái. Tehát, de ugye nem tudta, hogy más is létezik. Tehát ha tölt, hogy esetleg másképp is látsz valami, hogy másképp is lehet csinálni, ez egy jó dolog, és akkor és ha észreveszed, hogy neked ez nem megy, te nem ilyen vagy. Tehát egy csomó, tudjátok, hogy hova tanúi mennek ajtóról ajtóra kopornak, egy csomó tanú vért izzad ettől, mert szegények nem erre valók. Ez nagyon kevés ember, aki ez a megy és a kis güzű, ugye, és megy ajtóról ajtóra, és ez nagyon kevés ember. Tehát észreveszed, hogyha ez neked nem fekszik. Én egyszerűen kértem Istent, hogy Uram, látod, milyen vagyok, látod, mit tudok, mit nem tudok, milyen nem vagyok, te tudod, milyen helyzetbe kerülök, de segíts, hogy olyan helyzetbe kerülök, ahol ebből valami jó is kijöhet.
Tehát ez azért egy szent téma volt, ebben az értelemben, hogy a határaimat látom, és tehát én ilyen kutató, oktató, tanácsadó vagyok, de én nem vagyok ilyen utcai evangelizátor. Tehát a brazil kollégám, Joaquim, ő kimegy ott brazil tengerpartra, ott mennek ilyen Umbanda, Candomblé, ilyen spiritista, afroamerikai, félig pünkösdi, katolikus, vudus, minden így együtt, ilyen izék, és oda kiáll, megy evangelizálni. Ő nem egy kutató típus, de ő megy és evangelizál. Tehát mondom, sokféle ajándékunk van, tehát tényleg észre kell venni, hogy mi az ajándékunk. Igen. Igen, és aztán egyszer megkérdeztem Istent, hogy mi a dolgom, és erre elmondta, hogy ő mit akar. Egy mondat. Tehát kevés ilyen Istenem nem volt. Megtérésem, aztán volt ez, és az úgy helyre tett, és amit mondott, azt látom, hogy arra hív. De hogy aztán ez mennyi készülést jelent, meg minden, az már nem volt bízva, meg hogy mit, ez mivel jár. Tehát valahol imádkozni, önismeret, meg látsz mást is, és akkor kialakul, hogy te ott abban a diákkörben, ahol vagy, mit tudsz betenni a közösbe. Van, akinek nagyon jó a beszélőkéje, a másik nem beszél, de ő az, aki háttérben, ő az, aki imádkozik, mint az állat ezer. Már bocsánat, szóval. mint a güzű, igen. Bocsánat. Az egyik énekelget, a másik rajzol, a harmadik mit tudom én. Tehát, hogy test vagyunk. És ezért meg kell találnunk a saját helyünket. Tehát ez nem jó, hogyha elvárásoknak akarunk megfelelni. Ez igen. Hát ebben valahogy érezzétek magatokat szabadnak, ha lehet. Vagy ha eddig nem ment, akkor mától. Eleve az a bajom az érvekkel, a bizonyítékokkal, meg ilyesmikkel, hogy egy dolog az információ, de hogy a másik annak milyen jelentőséget akar tulajdonítani, vagy nem akar, ez szerint lesz ebből ismeret, vagy csak elszálló szó. Tehát én bármit megtehetek, mindent elmondhatok, hogy ezzel nem akar foglalkozni, nem akarja felfogni a jelentőségét, akkor nincs. A másik az, hogy százalékot nem tudok. Az a kettő együtt megy. Tehát egyszerre, hogy bizonyos dolgoknak utánézek, meg olvasok, meg írok, fenn van az apologia.hu, meg ilyenek. Ez egy dolog az információ, de én azért szeretek inkább beszélgetni, mert a személyes átadás szerintem az, ami a legtöbbet ér. Tehát az apostolokat küldte ki. Nem posztolt. Őket küldte ki. Hogy amit a szemükkel láttunk, a kezünkkel érintettünk, arról bizonyságot tegyünk, hogy megjelent az élet. És így tovább. Tehát szétválaszthatatlan, épp azért, hogy üzenetemberek vagyunk. Akárhogy viselkedünk, most is az vagy, nem kell azzá válnod, most is üzensz, mindened üzen valamit. Vagy jót, vagy rosszat. Ez félelmetes, mert az ember nem mindig érzi úgy, hogy valami pozitívat sugárzik, hogy gyere, wifi, meg minden. Tehát az, hogy mi vagyunk az ötödik evangélium, ez a Gypsy Smith-nek a gondolata, ez nagyon erősen, ezt nagyon erősen érzem. Tehát egy csomó, most félre ne értsetek, csak tényleg... Azt látom, hogy ez szétválaszthatatlan. Tehát egy csomó ember azért, aki megtért a szolgálaton keresztül Jézushoz eljutott, az nagyon kevés volt, aki pusztán érvek, hogy az információk vagy a cikkek segítettek neki. Sokkal inkább az, hogy beszélgettünk. Tehát, hogy valakin keresztül jelenik meg valami a természet felettiből. Hát ember, Isten is mit csinált? Hát emberré lett. Tehát a szó nem csak úgy beledörrent az éterbe, és akkor minden ablak betörik, és minden, és akkor itt vagyok, szeretlek titeket, igyekezzetek, majd a film végén találkozunk, puszi, vagy ámen, vagy
tehát, hanem emberré lett. És aki ebben a szemünkbe nézett, aki félreérthető volt. Egyszerre volt vonzó és félreérthető és gyűlölhető. És láttátok, vonzódnak Jézushoz, és ugyanakkor utálják őt is, meg már meg akarják ölni, ugyanakkor a másik meg rájön, hogy a török élet beszélve van nálad, meg menj el tőlem, uram, bűnös ember vagyok, de kinek a lábába kapaszkodjak, hanem az övébe. Tehát kifogja maga kezem, ha süllyedek. Tehát embereken keresztül szól meg. Legyél az, aki vagy Krisztusban. Növekedjél. Ha olyan emberrel találkozol, látod, mire van szükség, akkor nézz utána, ezért van a weboldal, hogy utána lehet nézni dolgoknak, lehet írni e-mail címre, info@apologia.hu-ra, olyasmivel találkoztok, amivel úgy nagyon lila és úgy nem tudtok vele mit kezdeni, nyugodtan írjatok, legfeljebb én sem tudok vele mit kezdeni, de azért általában utána tudok nézni a dolgoknak. Szóval nincs százalék. Az életet nem lehet így mérni meg módszerré. Változtatni. Tehát az életünk része, akik vagyunk, mert így gondolkodunk, ezek az értékeink. És ha ott a helyzet, és látod, hogy ez az ember nyitott, vagy ő kérdez rá, akkor mondjad, legyetek bátrak, ifjak, legyetek bátrak. Na. Az idők gonoszak. Még van egy pár percünk, szóval egy kérdésre még van idő, hogyha valakiben van még kérdés. Igen. Tehát ez érdekes, hogy sok ilyen kekec ember van, tehát aki szereti a vitát. Tehát vitatkozni a vita kedvéért, az bűn. Ez a logomachia, ez a szavakkal való kardozás, egyesek ezt szeretik. A vita az igazságért, az viszont Isten adta kötelességünk. De van, aki nagyon kekec, és egyszerűen nem vevő, tele van a füle a saját hangjával, nem hallja, amit mondok. Akarját mondani, hogy figyelj, ezt most láttam téged, nem érdekel, a pápuák sorsa érdekel, meg minden, de az, hogy veled mi van, az nem. Akkor jön össze, ez téged személyesen is érdekel. Tehát igen, van úgy, hogy nincs miről beszélgetni. Vagy most még nem jött el az ideje. Tehát ilyen van. Vagy hogy ha adatik a kegyelem, akkor az ember ráérez, hogy valójában mi van-e mögött, a magatartás mögött. És akkor egyszer csak úgy mögé piszkál az ember egy kérdéssel, és akkor egyszer csak egy nagyon jó beszélgetés lesz belőle. Mondom, nincs recept. De van, amikor inkább nem érdemes, mert majd máskor, vagy majd ha ez téged tényleg érdekel, vagy ha tudsz mással tisztelettudóan beszélni, akkor szívesen beszélgetek veled. Hát nem vagyok a felmosó rongya. Hát, jól értsétek, tehát az, hogy tehetek van ez a keresztény kifejezés, hogy ilyen szubkulturális szleng, hogy szolgálunk valaki felé. Ez nincs ilyen a magyarban. Valakit szolgálunk. Tárgy esetben. Valakit szolgálunk. Bánhat-e velünk úgy, mint a szolgájával. Tehát néha az önérzetem, meg az időm, meg a mit tudom én, miért most már mennék, hogy zavara, hogy viselkedik vele, mert goromba, és stb. Ennek ellenére valahol ez, valamiféle szeretet ezt legyőzi bennem, és csak azért is kitartok vele a beszélgetésben, és engedem, hogy felmossa velem a szobát. De az a víz, az hatni fog rá. Mert hozzám ért, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ő valahogy... És akkor ez csak átvált a beszélgetés. Tehát, ha tényleg az ige szolgái vagyunk, ugye ez a, tudod, latinul, akkor bánhatnak-e velünk szolgaként. Jézus, miért jött? Hogy szolgáljon. Na, csodálkozzunk nagyokat ezeken a dolgokon. Csodálkozzunk rá ezekre a dolgokra. Mert az jót tesz, legalábbis nekem mindig jót tett. Na, köszönöm akkor a figyelmet. Köszönjük szépen a válaszokat és a tanítást.